megadtátok ennek a télies tavaszi szezonnak az alaphangját, hiszen legyőztétek a Ferencvárost. Mindenki nagyon várta már ugye az első tét mérkőzést, ugye teljesen más edzőmérkőzésen játszani. Azt gondolom, amennyire vártuk, azt kaptuk vissza a pályán, hiszen mindenki becsülettel tett a dolgát, csúsztunk, másztunk egymásért, azt gondolom, hogy ki tudtuk egymást segíteni, és ami nagyon fontos, hogy mindenki akarta a győzelmet, azt gondolom, hogy ennek köszönhető a mai győzelem. Ugye nem volt könnyű feltérképezni most a Ferencvárost, hiszen edzőt váltottak, és túl sok edzőmérkőzést nem is játszottak. Mennyire sikerült azt eltalálni, hogy ők mit fognak játszani Csercseszov irányításával? Ugye valamikor jósul egy edzőváltás, valamikor nem. Ugye meg tudtuk nézni őket az edzőmérkőzésen, amit a Dac ellen játszottak. Minden posztra ugye van azonos képességű játékosok, szóval tudtuk, hogy egy-egy játékostól mit várhatunk. De amit szoktunk beszélni, a legfontosabb az, hogy mi mit játszunk itthon. Masszívak voltunk, jól védekeztünk. A Fradi azt gondolom, hogy nem talált rajtunk részt, vagy olyan utolsó paszt, amiből lehetett volna komolyabb nagy lehetőségük. Azt gondolom, hogy ennek volt köszönhető az, hogy mi ma sikeresek tudtunk lenni. Beszics kiállítás, korai kiállítása mennyit segített abban, hogy ezt a meccset meg tudtátok nyerni? Egy kicsit én úgy éreztem, hogy 11 ember ellen jobban játszottunk, utána a második fél időben egy kicsit passzívabbak voltunk, visszahúzottunk. Nagyon jókor jött a gól ugye az első fél idő végén. Egyből a másik félidőt úgy kezdtük, hogy egy hatalmas nagy helyzet, ott, hogyha bemegy 2-0, akkor azt gondolom teljesen más a mérkőzés és simább lett volna. Attól függetlenül a Fadinak egy-egy ilyen oldalról bejövő labdája volt, amivel volt nekik kisebb helyzet, de azt gondolom, hogy jól kontrolláltuk egész végig a mérkőzést, és nagyszerű győzelmet arattunk. Jól belekezdtek ebbe a tavaszi szezonba, hiszen az elmaradt meccs, tehát most lejátszottátok csütörtökön, vasárnap pedig már a Fehérvár ellen játszotok. Mennyire sűrű így a program, hogy mennyire jó így kezdeni? Hát gyakorlatilag két napunk van felkészülni a videótonra, és mondhatom azt, hogy nem túl sok idő, ami a legfontosabb, hogy persze most még örülünk, de most már mindenki regenerál, ugye most a meccs után már megkezdtük a regenerációt, megpróbálunk minél gyorsabban kifrissíteni ebből a mérkőzésből. Azt gondolom, maga a 90 perc is kivett belőlünk sokat, mellette a pálya is egy kicsit mély volt, szóval elfáradt mindenki, de mai nap és holnapi nap azt gondolom, hogy mindenki megfelelően fogja elvégezni a munkát, a regenerációt, utána lesz egy napunk mérkőzés előtt. Fejben mindenkinek ezt a győzelmet jól kell kezelnie, hiszen ez csak egy győzelem volt a sok közül. Utána a videótoni meccs lesz a legfontosabb, ugyanúgy kell pályára lépni, mint a mai nap. Hogy érzed, hogy sikerült nektek a felkészülés, zöggenőmentes volt? Zöggenőmentes, hát most mit lehet mondani, ugye itt is vannak sérülések, betegségek, lehetett látni, hogy nem vagyunk túl sokan a padon se, de siránkozni azt gondolom senkinek nem kell. Mindenhol vannak betegségek, sérülések, fel kell készülni ugyanúgy minden egyes mérkőzésre. Aki lehetőséget kap, annak élnie kell a pályán, az, hogy kihozza magából a legjobb teljesítményt, de ami a legfontosabb az, hogy csapatként kell mindig jól teljesítenünk, mert hogyha csapatként jól tudunk szerepelni, akkor tudunk ilyen meccseket is megnyerni, mint az a mai.